már, hogy több hónapja várhatátok már ezt már, ezt a negyedikét, és most ez a babagás hó negyedik része. És ezt azért sajnáljuk, mert több hónapba került, hogy erre készüljünk. És igen, pontosan jól tudjátok, hogy már az három előző rész óta itt vannak. Csillag, Cukita, Fehérke és Koltocska a 130 szagú bagolyságból, amit már a harmadik résztől kiderült. Hát, nagyon köszönjük szépen a meghívást. Szívesen, mert mi hívtunk meg benneteket a papagájshowba. És én még valamit akarok mondani, amivel Cukika remélem egyetért velem. Bármi is az, egyetértek vele, Csillag. Bármi is az, én nem értek velük egyet, te sem értesz egyet velük, Koltocska? Bármi is az, én sem értek velük egyet, de hallani akarom, hogy mi az. Például az, hogy az a 10 bébi gyerek eljött miattatok a koncertünkre. Rátok volt bízva, pont kihoppant a bőgőtokból. És nem mertek így beszélni velünk, mert mi vagyunk a világ legjobb zenészei. Milyen koncertetekre mentek el? Zenészek vagytok? Igen, tényleg zenészek vagyunk. Ezt sajnáljuk, hogy nem mondtuk el a három előző részben. Én hegedűn és mandolinon játszom meg, banjo mandolinon. Aha, értem. És Cukika, te milyen hangszeren játszol? Én brácsán játszom, a másik neve mélyhegedű. Mandolán, meg persze banjo mandolán. Szóval mind a kettőnknek ugyanaz a főhangszere, csak egy kicsit nagyobb és mélyebb a hangja. Meg elfelejtettük mondani, hogy van egy zenekarunk is, aminek én vagyok a vezetője. Az Einstand. Igen, tényleg mi így neveztük el a zenekarunkat, hogy Einstand, mert ez az ötletünk. Nekem is ötletem volt. Nekem egy régebbi ötletem. Ugye tehát nem tudsz. Szóval úgy kezdtünk el zenélni, tehát már 11 éves korunk óta zenélünk. Én csillaghegedű. Csillaghegedűt. Én meg külön mélyhegedűtem és brácsáztam. Tehát úgy tanultam meg mandolán játszani, hogy ugye tanulsz mandolinon játszani, tanulsz banjo mandolán játszani, és úgy tanulsz meg banjo mandolázni, hogy közben mandolinozó, elkezdesz mandolinozni is, meg banjo mandolinozni. Tehát ugye alapítottunk egy zenekart, hogy minél menőbb nek nézzünk ki. És hála Istennek elértük. Úgy igaz, hogy nem volt ránk bízva, pedig azért mondják, hogy miattunk történt ez. Nem, ez nem igaz. Ti is tudjátok, hogy rátok voltak bízva. És meg sem ettétek a csípős ételt reggelire. És nem csináltátok azt, amit mi mondtuk nektek. Pedig mi a szüleitek vagyunk. Igen, rátok voltak bízva. És ennek ellenére mi történt? Kihuppantak a koncerten a nagybőgőtokból. És én voltam olyan engedékeny, hogy nem küldtem őket haza egyből, hanem végighallgathatták a koncertet. Piros lámpával a kezükben, trombitával a kezük, meg a leggyávábbnak egy trombitával a kezében. Oké, felfogtuk, hogy a szüleink vagytok, de... Mi? Hogy
14 éves korunk óta zenélünk. Igen, legalábbis én is hegedűvel kezdtem, és 12 éves születés, 12 ezer évesen tértem át a brácsára, más néven még hegedűre, és szóval ennyi, és ennyi. Szóval 11 ezer éves korunktól foglalkozunk ezzel, és azzal akartuk a legtöbbet kihozni magunkból, hogy alapítottunk egy saját zenekart, az Einstandot. Tehát a... hogy vannak olyan tagok, mint a Mistral együttes, hogy mint a Hentzinger Mika, Tóbisz Tamás, a Török Máté, Pusztai Gábor, meg izé. Szóval, hogy basszus énekeseket gyűjtöttünk össze. Például olyan zenészeket gyűjtöttünk össze, akik egy-egy mélyvonós hangszeren is játszanak. Például cselló nagybőgű, például egy kis kórust is összegyűjtöttünk. Férfi-női kórust is, nem úgy, mint a Mistrálban. Ugye, egy menőnek akartunk látszani, a izéod, odajött a halálcsi, odajött a haláltű, odajött a haláltűszem bandájával, hogy hé, várjatok csak, segítsünk nektek, és mi ugattuk nekik, hogy igen, persze, hogy segítsetek nekünk, mert menőnek akarunk látszani, alapítani szerettünk volna egy bandát. És erre beszállt a teje, és erre egy csapat lettünk. Meg volt 6 énekes is, 3 lány énekes, és 3 fiú énekes. És ugye... Szupervillám tudja kiénekelni a legmagasa. És ugye a Szupervillám tudja kiénekelni. Nem, milyen Szupervillám? A Louis tudja kiénekelni a legmélyebb hangot, már ő is elkezdett énekelni. Szóval neki is annyira mély a hangja. Szóval ennyi. Én is az énektanárommal énekelgettem, megzenéltem, és még valamit a videó zárásaként szeretnék magyarázni nektek. Annyira sajnáljuk, hogy ennyire rengeteg hónapot kellett várni erre a videóra, de készülünk kellett rá. És ez nem csak a negyedik rész, hanem hivatalosan az utolsó rész is. De ne higgyétek azt, hogy soha többet nem lesz már Papagáj Show, mert lesz egy második évad. Szóval a második évad is 4 részből fog állni, emiatt ne higgyétek azt, hogy vége a Papagáj Show-nak. Max mindegyiknek lesz egy évzárója. Ja, de nem is folytatnám tovább a szót, mert mindjárt lemerül a kamera. Sziasztok! Bármi is az, én sem értek velük egyet, de hallani akarom, hogy mi az.